Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves meghívott vendégek, betyárok és betyárnék, kedves gondorosiak, jó reggelt mindenkinek! Üdvözlöm Önöket! Megkérnék mindenkit, hogy foglalja a helyét a 16. betyárnapi ünnepi menetben, amely elvezet bennünket a megnyitó helyszínére, a Kondorosi csárda melletti tér nagy színpadára. Úgy látom, hogy ez meg is történt, a betyár zászló és a nemzeti, illetve települési zászlóink után a város kulcsát viszik elől a betyárok, majd pedig a polgármester úr vezetésével folytatódik a menet. A felvezetést a Szarvasi Városi Fúvós zenekar adja, akinek most szeretném megköszönni a színvonalas muzsikát. Tisztelt hölgyeim és uraim! Esik eső, szépen csendben, csepereg. Rózsa Sándor kondoroson a csárdába veszeleg. Minden tisztelt városlakó, betyár, anyós és gyerek, induljon hát Rózsa Sándort vidítani, ha lehet. Mulassunk át ezen a napon jó szívvel, együnk, igyunk, örömünkre, örömmel. Induljon hát a menet! We'll be right back.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt meghívott vendégeink, kedves kondorosiak! Tisztelettel kérem önöket, énekeljük el együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt! Tisztelettel köszöntöm rendezvényünk fővédnökét, Dankó Béla országgyűlési képviselőt. Majd a 16. betyárnapok díszvendégét köszöntöm, Oszter Sándor Kossuth és Jászai Díjas színművészt. Üdvözlöm Gár Rolandot, Szarvasi járási hivatal vezetőjét. Toldi Balázs, Gyoma Endrőt, polgármesterét. Köszöntjük dr. Kulcsár Lászlót, Nemzetgazdasági Agrárkamara megyei elnökét, a megjelent testvértelepülések képviselőit, végül házigazdánkat, Kondoros város önkormányzatát és polgármesterét, Ribárszky Pétert. Kondoros város önkormányzata 2016. július 8 és 9-e között idén 16. alkalommal rendezi meg a betyárnapokat a kondorosi csárda mellett. A rendezvény nem csak településünknek, de térségünknek, sőt Békés megyének is meghatározó rendezvénye. Ünnepi megnyitónk elején felkérem Gár Roland urat, a Békés megyei kormányhivatal szarvasi járási hivatalvezetőjét ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, képviselő úr, színművész úr, elnök úr! Nagy feladatot vállalt magára Kondoros városa, amikor a betyárhagyományoknak a megőrzését zászlajára tűzte. Mint oly sok minden történelmünkben, a betyárok megítélése is eléggé szélsőséges. A piti bűnözőtől, aki a legelesettebbektől veszi el utolsó kuporgatott fillérjét, egészen odáig, aki burokban született népi héroszként, akit a gulyó sem fog, aki a gazdagoktól elszedett vagyont a szegények között oszta szét, és mindig és minden körülmények között kiáll az elesettekért, nagyon széles a paletta. Milyen mélyen épült bele ez közgondolkodásunkban, mi sem bizonyítja talán jobban, mint ha emlékeznek, körülbelül 20 évvel ezelőtt fél ország tudott szurkolni az akkor még ismeretlen viszkisrablónak, Ambrus Attilának. De igazából nemzeti hősként egyetlen egy betyárt ünnepeltünk, és ez Rózsa Sándor volt. Rózsa Sándor olyan hőse a magyar történelemnek, aki képes volt arra, hogy egyszál fokossal a golyózáporban embereivel küzdjön a magyar nemzetért, a magyar hazáért. Mikor börtönbe vetették, és mutogatták látványosságként, akkor is megőrizte tartását és önbecsülését.
A bűn útjára lépett ugyan, de bandájában mindig a rend volt a jellemző. Működését, a szociális érzékenység, a közösség középpontba helyezése és az egyenlőség elképezte. Megpróbált kitörni, megpróbált új életet kezdeni, úgy mondjuk. De mindezt megakadályozta a vele szemben lévő félelem, az őt körüllengő negatív előítélet. Az élete végén nem volt már képes alkalmazkodni a megújuló korhoz. Egy gyorsan változó társadalomban nem volt senki, aki segítse abban, hogy integrálódni tudjon a közösségi társadalomhoz. Úgy gondolom, hogy Lóra Sándor életútja a mai napon is komoly áthallásokat mutat. Lássuk meg példájában, hogy mindig szükség van arra, hogy szociálisan érzékeny legyünk, és észrevegyük azokat a problémákat, melyek körülöttünk vannak. Ma már nem kell rabolni ahhoz, hogy egy szociális rendszer működjön, ma már ez természetes, de szükség van arra az érzékenységre, mely észreveszi a problémákat. És szükség van arra, hogy minden ember számára megadjuk azokat a lehetőségeket, melyek egy jobb élethez viszi el őket, és lássuk meg Rózsa Sándor példáját, hogy mindezt a társadalmunkat, a környezetünket teszi biztonságosabbá. És még egy nagyon fontos dolog. Egy elmagányosodó, egy énközpontú társadalom nem lehet sikeres. Siker csak a közösség erejében, az összefogásban van. Ezért gratulálok polgármester úrnak és csapatának ez a programhoz, hiszen a betyárnapok programját, ahogy elnéztem, végig a közösségi összefogás gondolata hatja át. Kívánok mindez önöknek, nagyon jó szórakozást. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük Gároland köszöntőjét, most pedig tisztelettel felkérem Kondorosváros polgármesterét, Ribárszky Péter urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt járási hivatalvezető úr, művész úr, országgyűlési képviselő úr, kedves gondorosiak, tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Ebben az évben 16. alkalommal kerül megrendezésre az immár hagyománynak számító betyárnapok rendezvénysorozat. Azonban a korábbiakhoz képest, amikor a betyárnapok hosszú éveken keresztül az augusztus 20-ai hétvégéhez kötődően került megrendezésre, most az idei évben szakítottunk a sok éves hagyománnyal, és július 9-ére esett a választás. Szintén történt még változás, amely az, hogy a betyárnapokhoz szervesen kötődő fogadhajtó verseny időpontja most nem esik egybe a központi rendezvényünkkel. De most szeretnék is ezúttal mindenkit megnyugtatni, hogy a nagy népszerűségnek örvendő lovas fogadhajtó verseny augusztus 13-án kerül majd megrendezésre a kondorosi lovaspályán. Mindehhez csatlakozik majd egy családi sport és civil nap, amely kiegészíti a rendezvényt és színesítik is egymást. Erre is nagy szeretettel várjuk majd a kedves érdeklődőket. Tisztelt vendégeink! Július 2. hétvégén így ismét a vidámságé, a szórakozásé és a kultúráé lesz a főszerepvárosunkban, életre keltve hagyományainkat, jelenbe idézve az alföldi legendakör egyik legromantikusabb, legkalandosabb elemét, a hajdani betyárvilágot. Ehhez segítségül hívjuk a múltat, ám legalább akkor a segítség, hogy minden közösségben, így a kondorosiakban is él a kikapcsolódás, a közös szórakozás, pihenés ősi igénye, az összetartozás, a közös gyökerek ápolásának minél erősebb érzése. A betyárvilág, mint egykor országosan elterjedt szubkultúra, szerves része volt a mindennapoknak. Maguk a betyárok azon törvénykívüli, szegény legényekből verbuválódtak, akik valamilyen okból szembe kerültek a 19. századi monarchia szigorú törvénykezésével. Nem álltak be az osztrák-magyar hadseregbe, vagy egyszerűen megélhetésükért arra kényszerültek, hogy kisebb, nagyobb lopásokból, rablásokból tartsák fenn magukat. Személyük néha megosztó is volt, mégis tiszteletet ébresztett az emberekben,
hiszen szabadságuk legtöbb korabeli embertársuk számára elérhetetlen álom volt csupán. De épp ez az ágy volt, vágy volt az, amely vonzotta soraikba az újabb és újabb fiatalokat. Többüket legendás alakká emelt a néphagyomány, de a történelemkönyvek is említést tesznek olyanokról, mint például Rózsa Sándor, aki az 1848-49-es szabadságharc idején maga is honvédnek jelentkezett betyártársaival. A tájegységekként csoportosuló betyárok egyik alföldi csoportja éppen itt Gondoroson is rendszeresen tartózkodott, kiemelve a hétköznapi úti pihenőhelyek sorából a gondorosi csárdát. Szálláshelyet, találkozási pontot, ivó és étkezési helyet jelentett egykor ez a szó. Így adta hát magát a lehetőség, hogy ne csak az egykori betyárokról, de szokásviláguknak, étkezési szokásaiknak is emléket állítsunk az előttünk álló napon. Minden adott ehhez nem csak a patinás helyszín, de az Alföld gasztronómiájának minden hagyományos, autentikus eleme is. Nincs is talán még egy hónap, amely ennyire hitelesen, magától értetődően kínálná hangulatát, kincseit az előttünk álló izgalmak mellett. Ilyenkor nyárderekán Szent Jakab havában, amelyet az ősi magyar hitvilág az áldás havaként is tisztelt, már egyfajta megkönnyebbülés lett úr rá az embereken. A gabona szépen rendre vágva gyűlt az aratók mögött, majd a malmokban várta, hogy lisztévába folytathassa útját, hogy aztán ebből az új lisztből süljenek meg a friss, ropogós kenyerek. A kamrákban megszaporodtak a befőttekkel, savanyúságokkal teli üvegek, a gyermekek barnára sülve, frissen nyílva élvezték a vakáció földön túli szabadságát. Ma sincs ez másképp, tisztelt hölgyeim és uraim. Jakab napjáig, azaz július 25-éig már a fecskék második generációja is vígan szeli az eget. A nyári időszak, az aratás és a kerti munkák sok embernek jelentenek komoly munkát, ám lassan, ahogy fogynak ezek a munkák, tekintetünk a pihenés felé, figyelmünk a kikapcsolódás irányába fordul. Ám ezzel együtt is lassan már megindul a tervezgetés, a következő év esélyeinek, kockázatainak mérlegelése és felkészülés az új vetésre, és egyáltalán a reánk váró következő évre. Úgy gondolom, hogy Gondoros minden lakója most pontosan így van ezzel. Fontosnak tartom, hogy ezzel a hétvégével és a hétvége szerteágazó programjaival még inkább megerősítsük összetartozásunkat, hiszen a közös szórakozás nem csak pihentet, de közelebb is hozza egymáshoz az embereket. Gondoros és a gondorosiak már bizonyítottak ezen a téren, hiszen a mögöttünk hagyott évek megmutatták, hogy mindannyian akarunk és tudunk is tenni környezetünkért és egymásért. Gondoros ezért is válhatott fontos tényezővé a térségben, mint az egykori kiterjedt tanyavilág egyik fő központja. Egykori uradalmi pusztából élő és élhető településré fejlődni soha nem volt egyszerű dolog. Sok ilyen település tűnt el az elmúlt évszázadok süllyesztőjében, ám néhányan közöttük, mint Gondoros, kiállta az idők próbáját. Abban, hogy ez így történhetett a kezdet kezdetén, kiemelkedő szerepe volt az itt álló és méltán messze földön híres gondorosi csárdának is. A mai ember már csak igen nehezen tud képet alkotni mindarról, amelyet egykor egy csárda képviselt. A fontosabb útvonalak mentén jól működő, kiterjedt kapcsolatrendszereknek helyt adó csárda ugyanis sokkal több volt, mint egy szórakozó hely. Az itt összefutó utak, szálak, emberi kapcsolatok, a korabeli közösségépítés, a környékbeli települések, tanyák fontos bázisává tették. Éppen ezért tartottuk most fontosnak, hogy ebben az évben is lehetőséget teremtsünk a környékbeli települések és testvértelepüléseinknek a bemutatkozásra, valamint a közös ünneplésre a betyárnapon. És ezen gondolatok jegyében engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a székelyföldi Küsmödről, valamint a felvidéki Nagysalló településről érkezett barátainkat. Őszintén remélem, hogy az idén is nagy számban vesztek majd részt a színes programokon, és mindenki talál majd kedvére való helyszínt, nem utolsó sorban társaságot, barátságot az előttünk álló napon. Ehhez kívánok Gondoros minden lakójának, valamennyi kedves vendégünknek jó szórakozást, a barátság, a hagyományok, és nem utolsó sorban a jó társaság adta jó kedv keretében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
Köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Köszönjük polgármester úr ünnepi beszédét. Köszönjük. És most pedig felkérem Oszter Sándort, városunk díszpolgárát, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt, hogy üdvözölje a vendégeket. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Számomra egy különös helyzet, hogy 7 évvel ezelőtt meghívtak ide a kondorosi betyárnapokra, és azóta minden évben jelen lehetek. Valamikor ifjú éveimben én játszottam Róza Sándort, és tulajdonképpen ez volt életem első filmje. Utána még csináltam igaz sokat, 100 körül, de valahogy ez a Róza Sándor valahogy rám fényképeződött. Hát, hogy egy színésznek kötelessége, hogy mondjam, egész életében egy valamiféle ideált képviselni, azt nem tudom, mert én úgy szoktam mondani, hogy én nem cipő vagyok, hanem Schuster, vagyis hogy cipőket csinálok. A Roland úr és polgármester úr, amit elmondott a Róza Sándor életéből, ez nagyon igaz minden szó, de ami érdekesség, hogy a 48-os szabadságharc idején Róza Sándor 150 betyárt verbuvált és beállt Kossuth szabadságharcosai közé, a honvédek közé, és Bánátban a szerbek ellen és a osztrák dragonyosok ellen lóhátról és karikás ostorral harcoltak, ami azért érdekes, mert a karikás ostor végére egy ólomgolyót fűztek, és az ólomgolyót pattintották előre, az körbefonódott a nyakukon a ellenségnek, lerántották, vagy lóról, vagy mikor gyalogosan mentek a dragonyosok, és 6 méter, közel 6 méter öt képesek voltak az ellenséget tulajdonképpen földre kényszeríteni, és eredményes csatákat vívtak, és rettenten féltek tőlük félt az ellenség, mert nem értette, hogy mi ez a harci mód. Tehát senki nem feltételezte, hogy valaki egy karikás ostorral képes csatát nyerni. Ez egyik momentum. A másik momentum, hogy amikor meghalt Szamosújváron a börtönben, akkor kérem szépen egy szűr, szó szerint egy szűr maradt utána, mint hagyaték. Ez maradt a egész nagy Róza Sándor, ugye mondják, hogy is igaz is, hogy szétosztotta a vagyonát, igaz az is, hogy betyárkodott, csibészkedett, de a cél igazából valami belülről fakadóan egyfajta szabadságvágy volt, így is megfogalmazhatjuk. Habár hozzá kell tennem, itt azért valami utalás történt a Viszkis rabló felé, amit képzeljék el, most fogunk forgatni a Viszkis rablót, és abba is játszom én. Nem a Viszkis rablót. És nem Róza Sándort. Kérem szépen, mert mindig nagyon jól szoktak végződni ezek a betyárnapok. Én úgy gondolom, hogy a tisztem az lenne, hogy pár olyan mondatot mondjak, ami mondjuk legközelebb áll hozzám. Nagyon szeretem a verseket, szeretem a történelmet, szeretem tulajdonképpen, most már elmondhatom, szeretem az életet is, hiszen én a koromat nem mondom meg, mert nem érzem, hogy mennyi idős vagyok, de én szerintem a legfontosabb, hogy az ember élje meg a mindennapjait, a jelent. Ugye szokták mondani, hogy itt és most. Hát legyen ma Kondorosnak egy itt és mostja, a 16. betyárnap, és egy pár sorral búcsúznék, elhagyom a színpadot. Ez József Attila sorai, azt mondja, az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely a múltak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen és jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. És rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Köszönöm szépen. Köszönjük Osztár Sándor úr köszöntőjét. Most pedig, hölgyeim és uraim, tisztelt gondorosiak, az idei évben ismét letétbe helyezzük városunk kulcsát a betyárnapok idejére a betyároknál. Reméljük, hogy jó helyen lesz az a kulcs, de minden esetre felkérném a polgármester urunkat, Rimárszky Péter polgármester urat, hogy jelképesen adja át Kondoros város kulcsát a betyároknak. Íme! Hangosabban sikonga. Na most aztán, hölgyeim és uraim, indulhat mindenki betyárkeresőbe, hogy a 16. betyárnapok végére ismét biztos kezekbe kerüljön Kondoros kulcsa, be ide szaladnak! Gyorsan menjünk utánuk, pandúrok! Önöknek, hölgyeim és uraim, pedig jó szórakozást kívánunk, és megkérek mindenkit, hogy csatlakozzon a most kezdődő közös pogácsaszaggatáshoz és sütéshez a Hősök terén, vagy kövesse figyelemmel a csárdában zajló pálinka, házi savanyúság és házi lepvárok versenyeit. A Széchenyi ligetben pedig kezdődik a főzőverseny. Hölgyeim és uraim, tisztelt kondorosiak, betyárok, betyárnék, anyósok, gyerekek, emberek, jó szórakozást! Minden jót önöknek! Köszöntök mindenkit a 16. betyárnapon megrendezendő Rózsa Sándor kedvence főzőversenyen. Köszönöm mindenkinek, hogy megtiszteltetek minket jelenlétetekkel, és már ideig érezni meg az elővégig sétáltan a sátorokon, nagyon jó illatos dolgok főnek itt a tűzön. Kétféle kategóriát fogunk most elkülönböztetni a versenyt.
során leszett fel a birkafülkölt, másrésztről hagyományos szabadtűzön készített ételek kategóriája. Mindenkinek jó főzőskézést, és kívánok is érezzét egy jó magatokat, mi meg szigorúan zsűrizni fogunk, és illatozni, beszélgetni, kóstolni, de bármi van, nyugodtan kérdezzetek, itt leszünk. A versenyt megkezdem, bár mindenki látom, hogy elkezdte már, mert idő kell minden ételnek, de akkor hivatalosan a versenyt megnyitjuk. Megjelentett a 16. Kondorosi Betyárnak keretében megrendezendő házi pálinka verseny, házi savanyúság és gyermekvár verseny megnyitóját. Az idei évben egy kicsit a hagyományokon változtatva a gyümölcsök feldolgozásának módját egy picit a hölgyek irányába is szerettük volna megversenyeztetni és bemutatni. Az urak pálinkája mellett a hölgyek legvágyai és gyemjai is meg lesznek versenyeztetve és bemutatva. Emellett ugye a hagyományosan a savanyúság és nyári saláta verseny és bemutató is megrendezésre kerül. Ebben a versenyeztetés és bemutató lebonyolításában nagyon nagy segítségünkre volt az önkormányzatnak és Kondoros városnak a Kondorosi Kertbarátkör és annak tagjai és vezetősége. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik a munkájukat. A házi pálinka versenyben a zsűri elnöke Labrinyesz György lesz, őt is nagy szeretettel köszöntöm. Tagjai Vantara Mihály, Lestján Mihály, Szebedjénszki Mihály és Óvári Csaba.
segítő Kővári Jánosné, Lavinyesz Györgyné, Stefáni Jánosné és Josszik Jánosné. A regisztrációs segéd és írnak pedig Krajcsovic András. A házi savanyúság és saláta kézműves lepárok és gyermek versenyében a zsűri elnöke Sárkán Mihály lesz, őt is köszönjük a témát. Harsányi Dezsőné és Lavinyeszné Trenik Judit. Segítőink Kusnyár Pálné, Negyik Pálné, Katona Istvánné és Kasik Mihályné. Az első évben bevezetett Lekvár és Jam versenyben, mint ugye itt kirakva láthattuk is, nagyon szép számmal 33 terméket hoztak el a kondorosiak. A pálinkák versenyére 21 pálinka érkezett be, a savanyúságra pedig 5 terméket neveztek be. Nem is nagyon húznám a szót, a zsűriknek, a bírálóknak és a segítőknek jó munkát kívánva megnyitjuk akkor ezt a minősítő és bíráló munkánkat, és még hagyjuk csak át egy emléklapot a kondorosi kertbarátkör részére, ezért a segítőkész munkáért. Mindenkinek jó munkát kívánok! We'll be right back.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 16. Betyárából Kondorosi csárda mellett pogácsa sütésén. Jeles alkalom ez, hiszen itt sül majd ki Rózsa Sándor pogácsája. Ebben fogjuk megvendégelni a hozzánk érkező kedves vendégeket. Én remélem, hogy olyan finom lesz a pogácsa, mint amilyen lelkesek a pogácsát készítő asszonyok. Nagyon szeretném megköszönni a segítséget Sárkány Mihály cukrászmesternek és csapatának, aki koordinálja a pogácsasütést. És annyit még el kell mondanom, hogy ez a pogácsasütés nem ilyen némán fog zajlani, hiszen nóta szó mellett ígértük ezt a pogácsasütést. A nóta szóról a Kondorosi Citera zenekar és a Rózsa Pávakör fog gondoskodni. Nagy tapsot kérek neki. Lisztes kézzel is lehet tapsolni. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ne csak a munka legyen a fő, hanem a közös jól eltöltött idő, a közös együttlét, tehát ne siessünk, van idő a sütésre, a szaggatásra, töltsünk együtt egy csodálatos két óra hosszát. Akit én akarok, elveszem a falu legszebb lányát, kivel töltött el sok számos éjszakát. Még azt mondják, ne hagynak, megtagadom a támat anyámat,
leszek a császár katonája. Megátkozott engem az édesanyám, hogy ne legyen se országom, se hazám. Csipke bokor legyen az én szállásom, ott se legyen sokáig maradásom. Édes anyám, miért szültél-e világra? Miért nem dobtál az avaros Tiszába? Tisza vizel, mit vonaj a Dunába? Hogy ne legyek senki megun ma bája. Édes anyám, sokat intett a jóra, hogy ne járjak szombat este a konóba. Nem hallgattam a jó anyám szavára, így lettem a zöld erdőnek betyárja. Kocsmárosnak így adja fel a szót, látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott, jöjjön ki, most láthat. Négyet visel ez a nemes állat. Az ötödik magam vagyok, nem, de kettő meg a csizmámra van verve. Az ötödik magam vagyok, nem, de kettő meg a csizmámra van verve. Passage, Sagiva, Oraskes
Biztos, hogy Kossuth Lajos oda néz rájuk, és a büszke huszároknak visszaszalutál. Édes rózsám, közéjük állok, és én leszek.